szimulációs vizsgálatok, amelyek egy ilyen 500 milliárd forintos költségvetési kihatást lehetővé tennének, illetve modelleznék az állami döntéshozók számára azt, hogy mi lesz ennek a csomagnak a hatása. Kiderült az is, hogy ezek nem készültek el, és ezért olvasom én manapság meglepetten azt, amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető tisztségviselői arról beszélnek, hogy a kormány várja az SZJA hatást. Az SZJA hatás jól láthatóan nem fog megérkezni, az egykulcsos adórendszer nem vezetett a gazdaság kifehérítéséhez, nem vezetett a gazdaság felpörgetéséhez, nem növelte a foglalkoztatást, ez tehát egy kudarcos gazdaságpolitikának olyan következménye, amit jelenleg az adófizető polgárok fognak önök megfizettetni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólalásra megadom a szót Dancsó József képviselő úrnak, Fidesz. Önél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Egyrészt Sejrin képviselő úrnak jelezném azt, hogy épp ez a módosító javaslat eredményezi azt, hogy több önkormányzat tud az önhék is forrásokhoz hozzájutni. Tehát gyakorlatilag gondolom, hogy ezt a módosító javaslatot önök is tudják támogatni. Épp amit ön számunkért, az van benne ebben a módosító javaslatban. Amit pedig Volner képviselő úr elmondott, szintén az általános vitában elhangzott többször, hogy nem arról van szó, hogy bármilyen adótörvény vagy az adótörvények elégtelensége következett volna be. Nem ezért kellett a módosítást hoznunk, hanem azért, mert a nemzetközi helyzet, a gazdasági válság további hullámai azt eredményezték, hogy időben kell fölkészülnünk ezekre a kockázatokra. Ezt többször elmondtuk, gyakorlatilag úgy látom, hogy ajna, mint hogyha itt farahány borsóként mondanál az ember, de ezek szerint még többször el kell ezt mondanunk annak érdekében, hogy mindenki számára világos legyen és elfogadható legyen. Tehát képviselő úr, hogyha gondolja, akkor nyugodtan beszélhetünk erről a témáról, és ahányszor elmondja az ellenkezőjét, én ugyanis meg fogom ismételni azt az álláspontot, amelyet az általános vita során már megvitattunk és megtárgyaltunk. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszállással megadom a szót Vágó Gábor képviselő, LMP. LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt Dancsó képviselő úr. Valóban itt az árószavazás előtti módosító kapcsán mi is egyet tudunk érteni abba, hogy az önkormányzatoknak tényleg legyen esélye a túlélésre. Viszont, hogy már belemegyünk ebbe a gazdaságpolitikai elméleti vitába, egyértelmű, hogy itt valóban van egy olyan veszély, amire föl kell készülni, ez a veszély pedig a Matolcsi vudu gazdaságpolitikájának a veszélye. Nagyon egyszerű tények támasztják alá, olyan tények, amikre már fölhívtuk a figyelmet a költségvetés vitájakor is. Önök, illetve hát a lázámokat kergető gazdasági miniszterük azt képzeli, hogy majd fölpörög a gazdaság, fölpörög a magyar belső fogyasztás, és ettől majd ez majd kiegészíti azt a bevétel kiesést, amit az igazságtalan egykulcsos adó jelent. Na már most megbukott ez a gazdaságpolitikai elképzelés. Az a kérdés, hogy mikor bukik meg a miniszter is. Azt kell látni, hogy az embereknek a háromötöde rosszabbul járt. Bárhol járok az országban, bárkivel beszélek, mindenki azt képviselő mondja, úr, az ajánlási ponthoz legyen kedves az álláspontját kifejteni. Ugyanúgy az ajánlási ponthoz beszélek, mint az előttem felszólaló képviselők mindegyike. Tehát a gazdaságpolitikájuk megbukott, a költségvetésük megbukott, ez a javaslat csak szépségtapasz. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés! Két perces felszállással megadom a szót Kósa Lajos képviselőnek, Fidesz képviselőcsoport. Elnök úr, tisztelt ház, csak azt szeretném, gratulálni szeretnék az LMP-nek ehhez a vudu gazdaságpolitikai jelzőhöz, mert ezzel sikerült Gyurcsány Ferenc kicsit vedlet, kicsit koszos, de kicsit levetett köpönyegébe belebújni, ugyanis ez
Gyurcsány Ferenc copyrightolta még az előző ciklusban, a voodoo gazdaságpolitikában vádolta a Fidesz. Persze akkor még egyébként nem létezett Fidesz gazdaságpolitika, mert ellenzékből nehéz ezt csinálni, csak szeretném felhívni a figyelmüket arra, Vágó Gábornak is biztos örömmel használja Gyurcsány Ferenc szófordulatait, készleteit, biztos közel áll hozzá, de kétségtelen, hogy ezzel Gyurcsány Ferenc igaz követőjé válnak. Mindehhez szerettem volna gratulálni. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, mivel több felszólaló a vita, vita szakaszhoz nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom. Megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 3-as és 4-es pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Elsőként megadom a szót Göndör István képviselőnek, MSZP, jön-e a szó? Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Valójában tényleg a 3-as és a 4-es számú ajánlási pontokhoz szeretnék kapcsolódni, és cáfolni azt, amit Dancsó képviselő úr mondott, pontosan azt, hogy időben készülnek fel meg a gazdasági válság hatásai. Ne tessék már azt mondani, képviselő úr, hogy az, hogy az egyházi finanszírozáson belül 194 millió forintot átcsoportosítanak a működésből a beruházásba, ez a gazdasági válságnak bármi nemű köze lenne, vagy a gazdaságpolitikához. Ami viszont nekem hiányzik belőle, és tisztelettel kérem, hogy gondolják végig. Tálai képviselő úrtól vártam, hogy ott most összedönti a kártyavárát, ahogy ezt látványosan szokta a költségvetés vitánál. Tisztelt költségvetéshez értő képviselőtársaim, gondolják végig. Azt mondta Fellegi miniszter úr itt a házban az általános vitában, hogy a MOL részvények vásárlása nem növeli az államháztartás hiányát. Itt a főszámokban benne volt. A főszámok módosítását vártam volna a mai üléstől, különös tekintettel arra, hogy a ház zárószavazással megerősítette a népegészségügyi termékdíjról szóló törvényt, ami szeptember 1-én lép hatályba, tehát ennek bevétele lesz 2011-ben, amit a lakosságnak kell új pluszadóként, sarcként megfizetni. De mennék tovább. Nem ma, korábban elfogadtuk, hogy a bioetanolnak növekedni fog az adója. Az sincs benne ebben a törvényjavaslatban. Tehát formailag egy pótköltségvetést fogadunk el úgy, hogy már a mai napon sem igaz, tehát ugyanúgy, ahogy a 2010-ben elfogadott költségvetés megbukott néhány hónap alatt, ez már a mai napon nem igaz. Kíváncsi lennék, hogy majd az árszámadásnál ezeket a számokat hogy fogják egymással szembeállítani. És még egy mondat, amit Kósa úrnak és Dancsó úrnak is mondom. Az, hogy ebben a pótköltségvetésben adótételeket csökkentettek, bevételeket csökkentettek, ugye ez nem a válsággal függött össze, hanem az önök gazdaságpolitikájának a következménye, a hibának. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Dancsó József képviselő úrnak, Fidesz. Öne a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Csak annyit szeretnék jelezni Göndör képviselő úrnak, hogy vagy hibás szóhasználatot használ ön, vagy alkalmaz, vagy pedig a költségvetés államháztartási törvényben meghatározott szabályrendszerét nem ismeri, hiszen pótköltségvetést a kiadási főösszeg 5%-ás változásánál lehet benyújtani, erről szó sincs, tehát ilyen értelemben az ön hozzászólása okafogyott volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Felszólása következik Nyikos László képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt képviselőtársaim, 194 millió forintos átcsoportosításról van szó a módosító indítványokban, és ennek apropóján szeretném egy restanciára fölhívni a figyelmét a tisztelt kormánynak, különös tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr is jelen van. Egy olyan restanciát említek, ami nagyon nagy gondot jelent, többek között az itt felvetett probléma szempontjából is. Novemberben Navracsics miniszterelnök helyettes úr beterjesztette a parlament elé a törvény alkotási tervet, amiben jelezte többek között, hogy ez év júniusára idehozza a ház elé a közpénzügyi törvényről szóló javaslatot. Ez nem következett be, gondolom a rengeteg sarkalatos törvénynek köszönhetően, idézőjelbe.
és aztán meglepetéssel tapasztaltam, hogy semmilyen miniszterelnök helyettes úr, aki az őszi ülésszakra vonatkozó törvényalkotási tervet ismertette a házzal, szintén nem jelezte ezt a szándékát a kormánynak, hogy tudnék, a közpénzügyi törvényről születik egy törvényjavaslat. Legjobb esetben is egy évet csúszik ez az igen fontos törvény, és ebben ez, az ilyenfajta kérdések szempontjából azért fontos, mert nekem meggyőződésem, hogy ilyen ügyeket nem kéne a parlament elé hozni, tisztelt képviselőtársaim. 194 millió forintnak az átcsoportosítása egy fejezeten belül az egyik előirányzatból egy másik előirányzatba, az egy olyan viszonylag kis tétel, ami kormány hatáskörben, sőt hozzáteszem, fejezeti hatáskörben is megoldható lenne, ha egy tisztességes közpénzügyi törvény tisztázná végre, hogy a magyar költségvetés milyen elvek szerint működik. Mi az észszerű részletességnek az elve, amit az alaptörvény tartalmaz már, mi a flexibilitás vagy rugalmasság elve, a kormány mozgásterének a szabályozása, mit kell idehozni, mit kell ide nem hozni, mert én azt gondolom, hogy méltatlan dolog az országgyűlésnek egy 194 millió forintos összegnek a egyik rubrikából a másik rubrikából való átételével foglalkozni. Miközben ennek a tárcának közelebbről a közigazgatási és igazságügyi minisztériumnak az előirányzatai között szerepel egy 39 milliárdos tétel különféle kiadások címen, ami semmiféle szempontból nincs specifikálva. Hát tessék ezt végig gondolni, hogy két nagyságrend különbséget nagyvonalúan a parlament odaad a miniszter hatáskörébe, arra költi, amire jónak látja. A másik oldalon meg egy 200 millió forintot el nem érő összeggel, itt most már nem tudom én hány perce vagy fél órája foglalkozunk. Tehát itt az arányokra hívnám fel a figyelmet, és arra, annak a restanciának a felszámolására szíveskedjen a tisztelt kormány törekedni, hogy idehozzon egy tisztességes közpénzügyi törvényt, ami végre valahára tisztázni lehetne a parlament költségvetési jogát, a kormányhoz való viszonyát, mi az, amiről itt kell dönteni, és mi az, amiről a kormányon belül kell dönteni, a tárcán belül kell dönteni. Keverednek a döntési kompetenciák, és ennek következtében múlik az idő, és mindenféléről beszélünk, ami nem ide tartozik. Ezt szerettem volna elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, mivel több felszólaló nem jelentkezett, a vita második szakaszát és a záró vita egészét lezárom. Megkérdezem, Szatmári Kristóf államtitkár urat kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem kíván válaszolni, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Arra figyelemmel, hogy a benyújtott javaslatok mindegyikét támogatja az előterjesztő, így ezekről egy döntéssel határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják a benyújtott módosító javaslatokat 1-től 4-ig terjedő pontok szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 242 igen szavazattal, 34 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a T/3636-os számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 244 igen szavazattal, 82 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést 3502-es számon, az egységes javaslatot pedig T/3502/137-es számon kapták kész ez a képviselők. A zárószavazás előbb benyújtott indítványokról az Alkotmányügyi Bizottság T/3502/141 és 143-as számokon elkészítette ajánlásait. Kezdeményezem, hogy a javaslatokat két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban az ajánlás 1-től 11-ig terjedő pontjainak megvitatására kerüljön sor, amelyek az általános rendelkezéseket érintik. A második szakaszban pedig az ajánlás 12-től 52-ig terjedő pontjai, valamint a második ajánlás 1, 2 és 3-as pontjai szerepeljenek, amelyek az egyes eljárási kérdések módosítását kezdeményezik.
aki ezzel egyetét, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többség a javaslatot elfogadta. Megnyitom az áróvit első szakaszát, a T per 3502 per 141-es szám ajánlás 1-től 11-ig terjedő pontjaira. Megadom a szót Göndör István képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előterjesztők. Én az ajánlás egyes számú pontjához kívánok hozzászólni, mert élek azzal a optimista állásponttal, hogy az általános vitában elmondott érveink, mely arról szól, hogy a 25%-ot elérő alvállalkozó egyetemleges felelősséggel bír egy projekten belül, ezt megpróbálták úgy kijavítani, tehát nem a 25%-ot változtatták meg, meg az egyetemleges felelősséget, hanem az alvállalkozói körből kísérletet tesznek arra, hogy kiemeljék azokat a vállalkozásokat, amelyek valamely tevékenységet kizárólagos jog alapján végeznek, a gyártókat, alkatrész gyártókat és szállítókat, és az építőanyag szállítókat. Azt gondolom, hogy erre a problémára, hogy egyetemleges felelősség, ez egyáltalán nem ad megoldást. Egy valamire igen, hogy a fővállalkozó az alvállalkozóit szoríthatja abba az irányba, hogy csak 24 legyél, kevesebbet fizetek, kevesebb pénzért vállald el a munkát, a hasznot a fővállalkozó húzza le, őket pedig bele fogja kényszeríteni mindenféle elvtelen döntésbe, csak azért, mert kis- és középvállalkozások és képtelenek arra, nincs megfelelő anyagi erejük ahhoz, hogy egyetemleges felelősséget vállaljanak egy nagyobb projektben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés, felszólása következik, Schiffer András képviselő úr, LMP. Öné a szó. Szépen, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! A 10-es és a 11-es ajánlási számon benyújtott módosító javaslatunkhoz szeretnék hozzászólni, főként abban a reményben, hogy miután egy hasonló tartalmú törvényjavaslatunkat önök is fontosnak ítélték és tárcsorozatba vették, én azt gondolom, hogy éppen ezért talán önök részéről is támogatható lehet ez a két módosító indítvány. Arról van szó, hogy a 10-es ajánlási szám alatt szereplő módosító indítványban azt szeretnénk elérni, hogy minden olyan esetben, amikor a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben vett igénybe alvállalkozót az ajánlatkérő, az alvállalkozóval megkötött szerződést is köteles legyen a új közbeszerzési törvény 31. szakasza alapján az ajánlatkérő közzétenni. Tehát abban az esetben, hogyha 10%-ot meghaladó mértékről van szó, akkor az úgynevezett proaktív információszabadság érvényesüljön, tehát az átláthatóság érdekében, hogy magába a közbeszerzési eljárásba vetett bizalom ne rendüljön meg, ezeket a szerződéseket kérés nélkül legyen köteles az ajánlatkérő közzétenni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel egy körben hónapokkal ezelőtt önök is egyetértettek már. A 11-es ajánlási számon azt javasoljuk, hogy viszont minden olyan esetben, amikor alvállalkozót vesz igénybe, alvállalkozót vesznek igénybe a vállalás teljesítésénél, az ajánlat teljesítésével összefüggésben igénybe vett alvállalkozóval megkötött szerződés minden esetben minősüljön közérdekből nyilvános adatnak. Ez azt jelenti, hogy minden alvállalkozói szerződés, tehát azok is, amelyeknek az értékhatára nem éri el a 10%-ot, közérdekből nyilvános adatnak minősül, magyarul az alacsony értékű alvállalkozói szerződéseket is bárki érdeklődő honpolgár újságíró kikérhesse. Ezzel lehetne szavatolni a közbeszerzési eljárásoknak az átláthatóságát, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a két módosító javaslat teljes egészében egybevág azzal a korábban előterjesztett törvényjavaslatunkkal, ahol az alvállalkozói hálónak az átláthatóságát kívánjuk biztosítani, és amelynek a tárcsorozatba vételét önök is támogatták. Éppen ezért arra szeretném kérni önöket, hogy ezt a két zárószavazás előtti módosító javaslatot támogatni szíveskedjenek, főként azért, mert a közbeszerzési eljárásoknak a transzparenciája, a különböző alvállalkozói hálóknak a transzparenciája ezzel biztosítható az, hogy az offshore lovagokat az alaptörvény szellemében valóban száműzni sikerül a közpénzek környékéről. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Felszólással következik Volner János képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport, önné a szó.
Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim, megmondom őszintén, megütközéssel fogadtam, hogy a 10-es ajánlási pontban szereplő Siffer András által benyújtott módosító indítvány nem kapta meg az egyharmados támogatást a bizottságon belül. Miért is fogadjuk ezt megütközéssel? Hát először is nem azért, mert ellenzéki képviselő nem kapta meg, mert ez a parlament természetes logikája, hogy az ellenzéki javaslatokat a Fidesz rendszerint lesöpri. Azért fogadtuk ezt megütközéssel, mert köztudomású tényként elfogadható dolog, hogy a közbeszerzések hatékonyságát, tisztaságát, ennek a költség hatékonyságát a transzparencia biztosítja leginkább. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy átlátható legyen a közbeszerzés folyamata, hozzátartozik az, hogy ezek a bizonyos Siffer úr által is említett 10%-os közbeszerzési értéket elérő alvállalkozói közreműködések nyilvánosak legyenek. Én más oldalról közelítem és indoklom meg a kérdést, mint ahogy a képviselőtársam tette. Én a gazdasági vonatkozásait venném ennek a kérdésnek górcső alá. Mindannyiunk előtt ismertek azok az elsősorban infrastruktúrális területen tevékenykedő multinacionális cégek, akik gyakorlatilag szervező irodaként működnek Magyarországon, tényleges géppel, céges háttérrel, eszközparkkal nem rendelkeznek. Ezek gyakorlatilag kiadják az általuk elnyert közbeszerzéseket olyan kisvállalkozásoknak, akik méretgazdaságossági okokból, mivel eleve így írják ki a közbeszerzést, nem lennének képesek közbeszerzést nyerni, még akkor sem, hogyha egyébként jobb árat lennének képesek nyújtani, mint amit az ajánlattevő, mint amit a tendernyertes cég nyújtott. És ezek a cégek egész egyszerűen méretgazdasági okokból ki vannak rekesztve ezekből a szerződésekből. Magyarul az a cég, az a gyakorlatilag csak irodát fenntartó multinacionális vállalat, aki ezeknek a vállalkozásoknak kiadja a megrendelést, nem tesz egyebet, mint hogy lefölözi a hasznot, az alvállalkozó az jóval kevesebbet kap már ebből az értékből, mint ő, holott ő végzi el ténylegesen a munkát, ő viseli ennek a kockázatát, és mint ahogy nem egy például az M6-os autópálya építésénél láthattuk, a végén övé lesz a veszteség is, mert a fővállalkozó cég, akit kitömtek megfelelően közbeszerzéssel, eltávozik az országból, itt hagy egy kiürített ZRT-t, aminek az 5-10 millió forintos vagyonáért több milliárd forintos kártérítéssel állnak sorban magyar vállalkozások. Ennek a folyamatnak az átláthatóságát kell megteremtenünk, ha azt szeretnénk megelőzni, hogy legközelebb egy ilyen helyzet előforduljon. Én tehát nagyon-nagyon meg vagyok ütközve azon, hogy ezt a javaslatot a kormány oldal lesöpri, hiszen teljesen egyértelmű, hogy az átláthatóság ebben az esetben a költséghatékony működését a közbeszerzési rendszernek képes lenne biztosítani, és képes lenne arra, hogy ezeket a visszaéléseket megelőzze. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom. Megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 12-től 52-ig terjedő pontjára, valamint a második ajánlás 1, 2 és 3. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Göndör István képviselőnek, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Ha ironikusan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy így kormányoztok ti, így alkottok jogszabályokat ti. Én nagy tisztelettel ajánlanám a képviselő hölgyek és urak figyelmébe a második kiegészítő ajánlás első pontját. Én korábban egyszer már mondtam, hogy vélelmezem, hogy kormánypárti képviselők szeretnék Balsa István bizottsági elnök urat lejáratni, de itt, ami most ebben a javaslatban van, az ennek tökéletesen megfelel. Tisztelt képviselőtársaim, az szerepel a javaslatban, hogy a közbeszerzési tanács 10 tagból áll. Tisztelettel kérem, hogy számoljanak. A következő azt mondja, hogy a két oldal azonos létszámot delegál. Kezdődjön a kormány oldal. Gazdasági versenyhivatal, állami vagyont felügyelő miniszter, gazdaságpolitikáért felelős miniszter, nemzeti fejlesztési ügynökség, helyi önkormányzatok képviselője és az építésügyért felelős miniszter. Akárhogy számolom, ez 6. A 10-nek a fele nem 6, hanem 5.
Jön a következő érdekes, a négyes bekezdés, ahol azt mondja, hogy a másik két fél, a munkáltatók országos érdekképviselete és a gazdasági kamarák együtt három tagot delegálnak. Ezt akárhogy számolom, a 6 meg 3 az 9. Tehát több dolognak nem felel meg, nem igaz a 10, nem igaz az, hogy a két oldal azonos számban delegál. Ha venném magamnak a bátorságot, hogy megértem azt, amit a jogalkotó akar, akkor azt gondolom, hogy azt kellett volna írni, hogy legfeljebb 13 főből áll, és ezt is indokolom, hogy miért. Egyrészt ki kellene javítani minden körülmények között a négyes számú bekezdést, és lehetőleg még a szavazás előtt, ahol azt mondanánk, hogy az érdekképviseletek és a gazdasági kamarák 3-3 főt jelölnek, így igaz a 12, és amiért a 13-at mondtam, jön a következő pikáns dolog, amennyiben a tanács tagjai az elnököt maguk közül választják, a jelölő szervezetnek joga van újabb tagot delegálni. Tehát megvan pontosan a 13. Tisztelt képviselőtársaim, sok dolgot lehetne még ebben a törvényjavaslatban kifogásolni, vannak benne pozitív változások is, de azért nem akarok másról beszélni, hogy ne lehessen a figyelmet elterelni arról, hogy ezt így nem lehet elfogadni. A szó szoros értelmében nevetség tárgyává tesszük magunkat, ha ez a jogszabály így kikerül ebből a házból. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik Sérin Gábor képviselő, LMP. Öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bár valóban a dübörgő fülke forradalom néha egészen furcsa helyzeteket eredményez, én szintén a, nem ülök le most éppen a kormányoldalnak kedves szavakat fogok mondani. Én is a második ajánlás első, második, harmadik pontjához szeretnék hozzászólni. Megint az az érdekes helyzet állt elő, hogy egy LMP-s módosító javaslatot, amit jó magam Siffer András frakcióvezető úrral közösen nyújtottam be, az elfogadásra került így úgy amúgy a kormány többség részéről, legalábbis ez a zárószavazás előtti módosító javaslat ezt mutatja. Ennek örülök, ugyanakkor nem értem, hogy a részletes vitában ezt miért nem fejezték ki, illetve hát miért nem lehetett támogatni azt a módosító javaslatunkat, ami ugyanazt a célt kívánt elérni, amit most önök ebben a módosító javaslatban. Hogy mi is ez a cél? Arról van szó, hogy meghallották azt a kritikánkat, mely szerint nem lenne érdemes az új közbeszerzési hatóságot a kormány alá rendelni közvetlenül. Ugyanis mi történik akkor, hogyha ezt az új hatóságot a kormány alá rendelik közvetlenül? Az történik, hogy az a hatóság, amely a kormány közvetlen felügyele alatt működik, ez a hatóság lenne hivatott intézni azokat a vitás közbeszerzési ügyeket, melyekben az egyik érintett fél általában a kormány ellenőrzése alá tartozó valamely költségvetési szerv. Tehát egyértelműen keletkezett volna egy érdekegyezőség, ami ugye a mutyi melegágyát jelenteni. Ezért javasoltuk mi akkor, hogy ne a kormány alá rendeljük az új közbeszerzési hatóságot, hanem az országgyűlés alá, így biztosítsuk azt, hogy ne legyen egy intézményes érdekegyezőség a létrehozandó új hatóság és a közbeszerzési eljárásokban kiíróként szereplő kormány alá tartozó költségvetési szerveknél. Akkor nem támogatták ezt, most szerencsére megjelent ez a módosító javaslat, és mégis úgy látszik, hogy fontosnak tartják ezeket a szempontokat, és mérlegelve érvelésünket hajlandóak mégiscsak az országgyűlés alá rendelni ezt az új hatóságot. Én ennek örülök, ezt a néhány pontot támogatni is tudjuk, ugyanakkor számos más olyan pont van ebben az új közbeszerzési törvényben még ezzel együtt is, mely, hogy úgy mondjam, nem az ínyünkre való. Számos kiskaput nyitottak meg, amely javítja a korrupciós lehetőségeket. Az előzetes híresztelésekkel és ígéretekkel ellentétben nem javult a zöld vállalkozásoknak a helyzete a közbeszerzéseknél, a zöld közbeszerzések továbbra is csak egy ígéret, illetve hát romlott a mozgáskorlátozottaknak a helyzete a közbeszerzéseknél, amit egyáltalán nem értünk. Érdemben nem javult a magyar kis és közepes vállalkozók helyzete, pedig volt erre is néhány olyan módosító javaslatunk, amivel biztos vagyok, hogy egyezett az önök célkitűzéseivel is, csak hát
mégiscsak ellenzéki képviselőként benyújtott módosító javaslatot megértek, hogy a fülkeforradalom keretében nehéz támogatni. Szóval ezt az egy fontos zárószavazás előtti módosító javaslatot üdvözölni tudjuk, ugyanakkor sajnáljuk, hogy a többi módosító javaslatunkra nem voltak ilyen mértékben fogékonyak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Megadom a szót Schiffer Andrásnak, az LMP képviselőjének.